ki tudok végre szállni. Hát zöldülni zöldül. Lucerna. Hát most ilyen sáros esős idő van, úgyhogy nem nagyon terveztem én semmit, hogy esetleg a gazt hátra vigyem, vagy Lucernát esetleg felvinni. Viszont hamarosan meg kellene majd ejteni. Egyébként a sűrűséget én úgy látom, hogy elég jó. Optimálisnak tűnik. Itt mondjuk előbb pont van egy folt, egy kisebb folt, de alapvetően ennyi. Szerintem ezt viszonylag jól sikerült elszórni. Hát csak az a kérdés, hogy őszi-e vagy tavaszi. A tavaszi az nagy mínusz. Én azt hiszem, hogy ez a sűrűség így rendben lesz. Így még egy picit ugye ritkának tűnik, de hogyha ez bebokrosodik, akkor szerintem pont annyira lesz optimális, hogy elnyomja majd remélhetőleg a gyomokat. Hát teljesen úgyse fogja valószínűleg, mivel a terület azért nem volt igazán gyommentes korábban. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha nagyon sűrű lenne, akkor ugye az is esetleg erősíteni azt, hogy hajlamosabb lenne a megdőlésre például. Ó, de jó, hogy itt zajongtok. Hollók. Ide a szélére megint egy picit, mint a kevesebb jutott volna. De onnan kezdve már van ismét. Na, jó lesz ez. Remélem. Hát itt a szélén megint csak alig van néhány növény. Nem sok minden. Ott viszont van egy nagyobb kupac. Lucernát meg úgy kívánom majd hasznosítani, hogy legyen friss zöld. Addig, amíg a fagyok nem jönnek be, akkor mindig, hogyha erre járok, hát a kivétel a mostani alkalom, akkor majd fogok kaszálni belőle, és akkor így frissen fogom nekik felvinni. Biztos fogják szeretni. És akkor így lassacskán majd csak eljutok a végére. Felviszek egy adagot, és akkor utána azt meg kipakettolom nekik mondjuk 2 nap, 3 nap, reggel meg este. Mert ugye egy az egyben a területet lekaszálni nincs értelme, tehát ez megszárazni nem fog sose. Csak befülledne, bepenészedne, főleg hogyha tényleg esős marad az idő, úgyhogy mindig csak annyit, amennyit tényleg ki tudok nekik etetni. Na, hát ez meg az izgi rész. Majd meglátjuk, hogy mire jutunk vele. Viszont elég lassú növekedési erélyű szerintem. Nekem így úgy tűnik. Tehát például az alakor az már sokkal hamarabb kibújt korábban. Sokkal rövidebb idő alatt megmutatkozott. Gyorsan kiengedem a kecsegéket, mivel egész reggeltől esett az eső. Gondoltam, mire visszaérek, már jobb lesz a helyzet, szóval ők már kézzel, lábbal jönnének kifelé. Jobban mondva 4 lábbal. Hát most odaadom nekik így a felét kávé. Aztán jöhetnek is ki. Na olyan, Jesus! A nagy hangú Jézus. Mert hát anyától már átvette a sikítozós, ordibáló szerepet. De hát azért csinálja, mert ragaszkoló nagyon. Mondom, ez jó kecske. Csak adjon is 1000-rel tejet. Mert nálam az a jó kecske. Azért. Gyerünk,
belehúzni csajok. Viszont már nagyobb tojásokat tojnak. Tehát lehet, hogy egy picivel egyébként kevesebb, de mert most már nagyon nem tartom napirenden, hogy pontosan mennyi az annyi, de egy kicsivel nagyobbakat tojnak szerintem. Na, lehet tipegni. Gyerünk. Aki kimarad, lemarad. Utolsókból lesznek az elsők. Vagy valami ilyesmi. Nincs benne. Majd most fogom megtölteni. De nem neked. Pincsi, mi? Jót főztem ma is. Most csak sima kukorica, ilyenkor napközben. Hát még abból a csenevészből, amit mutattam nem olyan rég, hogy ugye, ami a terület széléről leestek, azok a nagyon rossz, gyatra csövek. Azért ilyen csuda szemek ezek. Sajnos maradt egy kis penészes kenyér is rám. Kakasnak adni kell, mert túl keménynek hiszi magát. Úgyhogy néha azért szoktam űzni, hogy tanulja meg. És most nekem lehet nyugodtan dumálni, meg durrogni, hogy hogy lehet ilyen az ember, de akkor, amikor mondjuk éppen nyáron, ugye rövid nadrágban és nem csizmában vagy, és hátulról mondjuk beléd csíp. Tehát nekünk a szomszédunkban volt olyan, hogy ugyanezt megtette a kakas az ott élő öreg nénével, aki akkor még nem is volt annyira öreg, és olyan szépen belecsípett, hogy itt hátul a vénát, vagy mit tudom én mi van itt, azt a gyönyörűen el is kapta. Úgyhogy kórház, és akkor úgy kellett összevarni. Tehát azért mondom, nem játék. Tehát azért én azért szoktam fegyelmezni a kakast ezerrel, mert volt már úgy, hogy hallottam, hogy amikor hátat fordítottam neki, akkor rám támadott. Annak ellenére, hogy azért nem egy agresszív madár, tehát nem tartom annak. Csak néha egy kicsit azt hiszi magáról, hogy kemény. És ugye ezt nem lehet annyiban hagyni, és nem is fogom annyiban hagyni, ha tetszik ez valamelyik őtöknek, ha nem. Mert inkább ő kerüljön kórház helyett fazékba, mint én. Ilyen hülye mondat csinált ürüggyel, hogy össze kelljen varni mondjuk a lábamon az eret kórházba. Úgyhogy néha azért nem árt egy kicsit megkergetni, meg hogyha el is éri a csizma vége, akkor kapjon. Te béna, nem tudod, hogy hol kell bejönni? Te jó ég, mintha még nem jártál volna erre. Hát most nincs maximális bizsi talán, legalábbis itt a teszter alapján, mert ugye most vizes minden, de egyébként ha hozzáérnek, akkor kapják az évet. Szó szerint. Na, mi van, kuty? Hát ez megint nem a te eledeled lesz. Ez megint nem a tied. A szokásos vau-vau után a szokásos téglahordás. A változatosság kedvéért. Nem ártana kinyitni akkor. A kutyaházat. Júj, valaki itt nagyon sompolyog. Beoson, meg kioson. Hozzál valamit, adjál valamit, dobjál valamit,
Hol a szarod? Úgy össze is kellett rögtön kenni, szinte tudtam. Körülbelül 3 napja kapott, max 4. Egy faja, fincsi, vadonatúj, bontatlan, gyári csomagolású akáckaró darabot. Egy nap nem telt bele, már nyoma sincs. Nem azért, mert megette, hanem mert valahol elgorta. Nem érdemes. Beviszi valahol az erdőbe. A fát kihozzuk az erdőből, nem bevisszük az erdőbe. Nem érti. És még mindig nem érti. Na, 50 darab. Ez talán egy kicsit olyan normálisabb minőségű, mint a bumerang, tehát azért ezekben is van kanyar, némelyikben, de a patkának már megteszi. Például ez, ezt figyeld. Demonstrálom. Körülbelül ekkora hajlat van benne. Tehát így ér le most ez a vége. Hát, így meg a másik vége. Na mindegy, nehéz ezt is szemléltetni, pláne onnan messziről, de higgyétek el nekem, hogy azért van benne. Nem számít, mert mondom, a patkának ez már tökéletes. Nem fekete, nem kormos, elég szép, épp így a frontja, kivéve ennek, mert ugye ennek a másik oldalon van a frontja, úgyhogy ez még elég használható. Kicsit hóka ugyan, lehet, hogy nem kapott elég hőkezelést, de hát jó lesz ez. Az utolsó másfél sorra. Jújj, kiskutya nagy bottal jár. Jújj. Így van, az erdőből helyett innen valahonnan. Enged. Azért, okosba, ügyesbe, hát nem. Nem a tűzre fog menni szerintem az a néhányák, hanem tartalékba. Mert 1-2 perc is, már nem marad ebből semmi. Na, mi van, kuty? De nagyon rágódsz valamin. Mi rágódsz ennyire? Jaj, mennyi gondja, baja van ennek a kutynak. Na, mi a rágódás tárgya? Engedd, 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 engedd. Béna. Árnyékra. Megint csak. Na hát, ennyi volt a munka mára. Mármint ami ezt a részét illeti. Lehet jönni, vergődni. Nyomjad? Úgy van. Habozzon a szád! Megérkeztünk. Folyás esetleg? Ó, valaki dolgozik rajta. Nagyon helyes. Na csak nyomjad. Akkor lesz még toi. Mit szólsz te ehhez? Csinálunk itt egy záróórát, aztán megyünk krumplit csírázni. Ugyanis tegnap megfeledkeztem róla. Mert ti is javasoltátok, hogy érdemes volna inkább lecsirázni. És én magam is akkor ugye jól okoskodtam. Csak aztán tegnap ez valahogy elmaradt. Na gyere!
Illetve volt itt olyan észrevétel is, hogy akár el is vermelhetném. De azt azért nagyon-nagyon nem tudom, azon valahogy nem jó ötletnek tartom, vagy úgy távol áll tőlem, valahogy nem igazán látok én abba a logikát. Illetve hát biztos, hogy van. Szóval ez a vödrös, ezt majd akkor, hát most már akkor ezt nem is kell félteni, ezt ki lehet így egy-egyben önteni, és akkor a csírát nem kell félteni, hanem dobjuk róla. Illetve még írtátok azt is, hogy túl korán lett ez betakarítva, de hát ez korai krumpli, tehát írtam is válasz kommentben, hogy ez ugye korai burgonya, és én azért is takarítottam be, szerintem egyébként a megfelelő időben. Ha benne hagyom tovább a földbe, akkor tönkre megy, mert akkor ugye elkezd megint növényt nevelni, vagy nem tudom, és akkor a gumók meg tönkre mennek. Szóval, mivel ez korai fajta, én ezt azért is szedtem fel, hogy fogyasztásra, és mindjárt ki is hozom, ami még ott van például. Csak annyi, hogy ugye külön szedtem belőle az aprókat, pontosan azért, hogyha esetleg úgy alakul majd a helyzet, hogy tudnék belőle vetni, de nem a pirosból, mert mint mondtam arra, én már olyan nagyon nem akarok semmit sem, azzal nem akarok foglalkozni. Szóval még a fogyasztásra szánt burgonyából ennyi van, csak valahogy megpróbálom kiszabadítani, és ezek közül is lehet látni a különbséget tényleg, hogy a piros az még meg se indul csírázni, míg a sárga, a sárga az ugyanazt mutatja, ugyanazt a fejlettségi fokot, tehát ezt már tényleg le kell akkor csírázni. Már csak azért is, mert ugye ezt meg kell majd hamizni. Ezt most ne nézzétek. Ez egy másik projekt, még azt az egy oszlopot, ami megmaradt, még azt meg kell támasztanom. Csak direkt ide kiraktam szem elé a vasat, hogy meg ne feledkezzek már róla. Most a krumplival is úgy kellett csinálnom, hogy oda bent fogtam szépen, és kiraktam középre előre a vödörrel, hogy ne feledkezzek el róla. Na de, ami a lényeg, tehát, hogy lehet látni a piros krumpli. Ebben több az apró, meg úgy összességében azért kisebb. Itt már azért látszik, hogy valami akarás van. Ez egy kicsi puhább gumó amúgy, de alapvetően ez is teljesen rendben van. De látszik, hogy ezek azért még csírázásnak nem indultak. Itt van a sárga. És hogy ezek mennyivel nagyobbak, és szép egészségesek, tehát semmi hiba nincs, sem külsőleg, sem belsőleg. Tehát szép, fehér, egészséges burgonyák, és ugye ezek már azért hozzák a csírát szintén ugyanúgy, mint a kisebb társaik. Tehát ez fogyasztásra, ezt csak azért különítettem, pakettoltam el, hogy ezt akkor vetni. Viszont akkor lehet, hogy nekem most a pirosat itt már nem is kéne visszaraknom, hanem ezt akkor külön. Illetve hát, jó, mondjuk az apró, tehát olyan hálózsákban mondjuk bele lehet rakni, talán nem fog kihúlni belőle, mert mondjuk az ilyennel nagyon nem számolok, de még ebből is lehet valami. Egészség. Amúgy élet titka. A túl sok bagó. Tudom én, hogy régi szoci országban élünk, és rá lehet erre fogni mindent, de azért mindennek van határa. Úgyhogy csak a sárgát pakettolnám én ezt vissza. A pirossal meg nem tudom, mi legyen. Mert azért ezeket megpucolni, meg hát nem akarok pazarolni. Mondom, most ilyenből csináltam legutóbb például ezt a vegyes zöldséglevest is, mert hogy legyen, fogjon, stb. Itt látszik egyébként a kisebb gumóknál, hogy nagybőrös csirát kinevelt, és már maga a gumó kezd is tényleg összehaszalódni. Meg nem tudom, hogy ez a dobálás, idézőjelbe dobálás, ez mennyire árt neki, vagy mennyire nem. De azért talán nem kell úgy bánni vele, mint a hímes tojással. Ugye sötétbe, meg most már így, hogy bejön a tél, hűvösbe is vannak, mert eddig azért azt nem mondanám, hogy hűvösbe lettek volna, mivel nyáron azért odabent a sötét az ugyanúgy megmaradt, de a hűvös az azért egyáltalán nem volt jellemző arra a tároló részre. Lesz itt annyi, hogyha ezekből majd, ugye kérdés, mennyi marad meg. Szóval, hogyha ezek azért nagyjából életképesek és csíraképesek maradnak majd tavaszra, lesz ebből annyi, hogy vissza tudjam majd vetni. Jó lenne. Mert nagyon meg vagyok vele elégedve.
egyesekkel ellentétben. Na mi van? Ez pedig annyira puha fa, nem bírod szétrágni. Vagy öregszel? Kopnak a fogaid? Béna! Tudtam megint, hogy árnyékra. No, hát ez ennyi. Ami a vetésre, hogyha ezek meg is maradnak. Ha nem, akkor muszáj leszek trükközni egy kicsit, ugye, mint mondtam, hogy mondjuk nagyobbakat meghagyni és ketté vágni, vagy három részbe. Csak annyi, hogy akkor ugye vigyázni kell arra, hogy ne fogjon el a télen az összes. Hozzárakjam ehhez. Ezt még úgyse kell lecsirázni. Csak jó lenne ezeket elhasználni külön, gyorsban még az elején ezeket a nagyon aprókat. Úgyhogy rakom inkább egy külön zsákba. Ügyes vagy. Mondtam már. Csak a gyárd meg ne tudja. Közben Móki is itt nyomja. Hallom, hogy ropogtatja a diót. Az előbb ott futott fel a diófának a törzsén. Úgyhogy ő is nyomja ezerrel. Ezt vajon megeszik a kecskék? Bár tudom, hogy a krumplival elméletileg ugye hadilábon állnak, mert az írtátok ti is, hogy van benne valami olyan anyag, ami az állatoknak nem faja, viszont a krumpli héját eszik, meg a krumplit. Tehát magát a növényt nem, de lehet, hogy a csírát igen. Hát bedobom nekik, aztán legfeljebb ott hagyják. Aztán majd meglátjuk. Visszaviszem a pirosat is. Ezen sok csírázni való még nincs, sőt, hát egyáltalán szinte semmi. Aztán a sárgát meg akkor azt ledaráljuk. Ezt a aprót ezt valahol elő is kéne hagyni. Nagyjából kéznél legyen. Bár megpucolni, feldolgozni nem sok kedvem van. Muszáj leszek, mert nincs pazarlás. Itt olyat nem lehet tenni. Hát nem. Pláne, hogyha már van egy kis sikerélmény. Hogy ebbe a földbe is tudunk termesztgetni. Ráadásul szerintem elég szép eredménnyel. Úgyhogy mondom, én egyébként nagyon-nagyon várom már, hogy abba a területbe vessek tavasztól krumplit, mert az a terület azért már régóta be van vonva művelés alá, és én nekem azért elég nagy elvárásaim vannak azzal kapcsolatban, pláne úgy, hogy majd most már valamikor, hogyha tényleg olyan melegebb jó idő lesz napközben, hogy nyílbe ütöm a tyúkolnak a kitakarítását is, és akkor ugye az még megkapja azt a trágyát, bár az oda egy kicsit sok lesz. Meg még innen is tudok, ahol a kecskének szoktam kiszórni zabát, onnan is tudok már egy keveset hordani. Fogok is szerintem, mivel azt inkább majd a tél végeztével csináltam ugye tavaly is, és akkor volt az első ilyen alkalom, amikor ezt az ágyást csináltam, és akkor tapasztaltam meg, hogy ez egy nagyon jó módszer arra, hogy a trágya ilyen szépen érlelődjön, meg kint legyen, aztán ők a télen ugye folyamatosan tapossák, meg összehugyozzák, összeszarják, meg esznek is róla, amit lehet, és akkor az tél végére, kora tavaszra nagyon jó trágya. Szóval abból is fogok majd szedni, de nem akarom mind meghagyni majd tavaszra. Szóval lesz bőven. Tehát még a magas ágyásokra is fogok tudni majd tenni. Utána pedig ami megmarad, az marad tavaszra. De várom már nagyon, hogy milyen lesz a jövő krumpli termése. Abból kiindulva pláne, hogy én úgy, hát ezt még most nehéz megsatszolni, de én úgy, ez már mehet is akkor a zsákba. Én nagyjából úgy kalkulálok, hogy ez a mennyiség, amit most így megtermesztettem, beleértve a pirosat is, tehát ez a két darab fél zsák körülbelül, ez nekem a szezonra úgy nagyjából elég is. Még nyilván nem főzök úgy, hát sajnos igen, elég keveset használtam még belőle, csak már az utóbbi időben azért csináltam tényleg valami krumplis ételt, meg rakott krumplit, meg hasonlókat, mert már eléggé ki voltam rá éhezve. De hát ugyanígy voltam a rizssel is, úgyhogy csináltam gyorsan taknyos rizst, risottót, szebbik nevén, mivel általában, hogyha úgy van,
akkor tésztásot eszek, mivel az gyorsan hamar el lehet készíteni, és azzal hamarabb meg vagyok. Nem megy annyira vele az idő, viszont már ki voltam éhezve azért a krumplira, meg a rizsre. Tehát úgy nagyjából nekem szerintem ez úgy egy szűk szezonra elég lehet ez a mennyiség. Tehát azért mondom, hogy körülbelül ez a termesztő terület, amiből ez lejön, ez így akkor jó is lehetne. Akkor arról nem is beszélve, hogy sokkal jobban érzem magam már attól is, csak a tudattól. Csak attól a tudattól, hogy van mit dobálni neked, nem? Nem. Hogy már a saját kukoricánkat etetjük az állatokkal. Tehát akkor, amikor szépen fogom, kimegyek reggel, és lemorzsolok annyi kukoricát, ami az adott napra elegendő, és még hiába mondjuk nem lesz elég a teljes szezonra, mert biztos nem, de akkor is már valahogy, tehát az embernek úgy jó kedve van tőle. Tehát én értem azt, hogy aki írja, hogy már egyszerűen nem éri meg foglalkozni vele, mert mennyi munka, hogy sokkal egyszerűbb megvenni, sokkal jobban megéri megvenni 10-20 ezer forintokért, de ugye erről már beszéltünk korábban, hogy azért itt, tehát amikor látjátok például azt, hogy én mondjuk dolgozok vele, tehát mondjuk a talajnak, a fülnek az előkészítése, meg ahogy elvetem, azt azért próbáljátok meg tényleg helyén kezelni, tehát az akkora vonatkozik. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én az év majd 365 napjában ugyanolyan keményen gürizek és dolgozok. Tehát amit láttok, annyi munka van vele. Tehát legyen durván egy nap, amíg mondjuk az ember így a vetést, meg a stb. Ezt így megcsinálja. Aztán utána már rá van bízva a természetre. És akkor utána még ami nagyobb munka vele, ugye a betakarítás. Tehát nem ugyanaz, semmiképp sem ugyanaz, mint amikor az ember bejár egy munkahelyre az év, mit tudom én, 300 napján kb. És akkor mindezt a pénzért, hogy aztán elmész és a pénzért megveszed. A egyébként bizonytalan eredetűt. Na mindegy, erről már beszéltünk korábban. Engem nagyon is jó kedvre derít, hogy látom azt, hogy oda be van tárolva egy kevés, annyi. Hát most ez az év ugye ezt hozta, és szépen, gyönyörűen fogom, és szórom oda az állatoknak a saját kukoricát. És remélhetőleg majd eljutunk ugyanígy lassan majd a kalászosig is, ami már olyan fajta lesz, amivel meg vagyunk elégedve, és saját kenyér, saját tészta. A tört szemek meg ugye rosszak ugyanúgy, állati takarmányra, illetve hát a legjobbak azok meg visszavetésre. Azért van már egy-két fonnyat közte. Tehát mondjuk ezeket is félre lehetne nagyjából rakni. Ez már szerintem az, hogy valóban mivel a korai fajtáról beszélünk, így akkor ugye ezt olyan hosszú ideig nem lehet betárolni. Tehát azért mondom, hogy Keresem azt a fajtát, amelyik nem korai, még mindig keresem. Esetleg ajánljatok valamit, ami a téli tárolásra jó lehet. Mert azért most már valóban látszik az, hogy kezd egy kicsit öregedni. Úgyhogy ők már valószínűleg nyögdíjasok. És hamarosan mennek is az égi vadászmezőkre. Köszönöm, Ambrus. Megint. Neked is, hogy itt vagy, itt lihegsz a nyakamba. Azért volt közte még egy-két olyan kisebb, hát nem annyira kicsi, nem véletlenül nem raktam én azt félre a vetősökhöz. De, hogy egy picivel több legyen, azért úgy döntöttem, hogy miután lecsíráztam, mint például ez is. Akkor menjen oda, annyival is több legyen majd. Még ezek olyan méretűek, amelyeket el lehet vetni, esetleg ketté vágom, aztán úgy. Hát ez egy kicsit már rossz az egyik oldalán, az egyik végén, akkor mehet ez is ide. Na. Jó kis krumplicska.
Na nézzenek csak, mi van itt. A makkot termőtető. Na megpróbáljuk valahogy úgy leseperni, csak túl közel van ugye ez a rés, ez nem túl széles. Attól tartok, hogyha én elkezdem onnan leseperni jobban, nem bele fog hullani, hanem sok esetleg mellé. Na mindegy, majd meglátjuk, mert nagyon határeset. Ott még jobban, ott egy kicsit szélesebb. Hát lehet, hogy akkor itt is inkább össze kéne szedni, nem pedig leseperni. Jobban járnék. Hát lehet, hogy az lesz. Nem merem én ezt megkockáztatni. Mert hogyha ez... Hát... Aha, mellé. Na jó van akkor. Pedig gondoltam, hogy leszek annyira ügyes, rátermett egy madár, hogy csak leseprem a csatornából, meg összeszedem. Hát nem. Az élet kemény. Az élet vidéken, off-gridben, áram, mindenféle közmű nélkül kemény. Na, valahogy ide fel kéne jönni. Csak ez a létre nagyon alól van. Bent egész a falnál, úgyhogy úgy kell csinálni, hogy lehetőség szerint lenessünk. Ha már ilyen nagy alpinista technikával kell tölgymakkot összeszedni. Pedig mondom, azért vállalkoztam erre, mert mondom, így egyszerűbb lesz, annak ellenére, hogy fel kell jönni a tetőre, egyszerűbb lesz, mivel csak lesöpöm, és akkor milyen faja dolog lesz majd összeszedni, szinte egy pontról, a létráról, de hát nem nagyon jön össze, amit én tervezek. Van rajta. Annak ellenére, hogy én amikor hallom, hogy ugye ráhull, akkor az a nagyja azért elkezd legurulni. És akkor esténként is folyamatosan hallom, ahogy gurul. Lepottyan, koppan egy jó nagyot, fel is ébredek rá, hogyha éppenséggel alszok. Aztán gurul, gurul, meg se áll, jó nagy dírrel durral. Kész a tojás közben. Aha, megjött a megerősítő e-mail is, Zambó részéről, visszajelzett. Na olyan, Bodri? Jó játékot hoztam neked, mi? Pöcsi. Örülhetsz. Örülhetsz. Hát ez ennyi. Na de ha már itt vagyok, meg a seprőt is felhoztam, akkor csinálnék annyit. Csak nem fog innen leesni, ez a vödör. Csinálnék annyit. Mindegy, ide úgyis fel kell másznom, nem érek oda. Nem olyan rég kitakarítottam ott a lefolyót, tehát levél nincs benne. Egyébként a csatornában sincs levél. Nem tudom, mennyire láttátok az imént. Csak lesöpröm már akkor a tetőről a nagyja szemetet, de akkor először innen összeszedem, amit össze lehet. Sőt, hát ezt valahogy itt kéne már, mert itt jobban bele tudok nyúlni. Itt kényelmesen hozzáférek majd.
Nem mintha olyan nagyon kéne, mert hát az esővízgyűjtés miatt kell, hogy tiszta legyen a tető, de most a tartályok már tele vannak. Bár éppen ezért, hogyha legközelebb megint majd így nagyobb esőt jeleznek előre, amire biztosan lehet számítani, akkor megint megnyitom a csapot a tartály alján. Remélhetőleg nem felejtem úgy, mint egyszer. És akkor fogom majd kicsit frissíteni új vízzel a tartályt. Megpróbálok nem a hullámra lépni, mert ezt a tetőt ugye én még használni szeretném majd. Ez lenne majd a teteje a kukorica górénak. Na hát, ennyi. Egy darabig. Majd, hogyha bejönnek az első rendes hideg idők, akkor úgy is fekszik. Akkor úgy is fog hullni levél ezen rá. Akkor, ha lehúlt az összes, lehetne egy újabb takarítást csinálni. De a csatornában, meg ott a lefolyó környékén mindenképp. Azért tér nem jó, hogyha megmarad. Itt a hálónak a tetején is van azért néhány. Mindegy, van itt annyi. Ezt már a földről felszedem. Még amennyit felszedek, amennyihez lesz türelme. Lehet beosztom majd minden nap egy kicsit. Megjelölöm alkohol és freestyle ezen a ponton. Mert hogyha látjátok, itt áll ki. Tehát itt azért van jelentős színkülönbség. Csak azt kell megnéznem, hogy ebben a nagyobb karikában van-e a hiba, vagy a benne lévő kicsiben. És ezt úgy fogom tudni megítélni, hogyha elkezdem benne forgatni. Úgyhogy azért jelöltem meg, hogy lássam egyébként, hogy mi történik, hogyha elforgatom. Ez a rész ez továbbra is eléggé úgy tűnik, hogy felfekszik. Nem tökéletes, de ehhez képest mindenképp. Ez még mindig jobban áll, mint ez a rész. Átforgatom 180 fokra. Ugye itt jelöltem meg, most átforgattam idáig a jelölést, de itt látszik, hogy most már síkban van, pedig amikor kezdtük ugye elforgatni, akkor itt áll ki. De most itt áll ki. Tehát ebből tudom azt, hogy ez a belső karika, hát főképp lehet, hogy az alatta lévő is, de inkább, hogy ez a belső karika, és a belső karikának is ez a része az, ami itt problémás, és itt kéne valahogy lecsiszolni belőle. Csak hogyha peremből kell, ahhoz nem fog nagyon hozzáférni a flexel. Én nem tudom, hogy látjátok-e, tehát itt van a jelölésem, és nekünk a problémánk valahol itt van. És az is nagyon jól mutatja, hogy ezzel valami hiba lehet, hogyha ide rakom a szél, tehát megpróbálom pont így a tengelyére középre rakni, helyezni, akkor látszik, hogy ez így lebillenne. Tehát itt nagyobb súly van, valószínűleg itt vastagabb az anyag, és azért is tart fel egy kicsit, és nehezebb is lebillen, mert ha megforgatom, a jelölés akkor itt van, így már éppen hogy csak le akar billenni, de még így nagyjából meg is áll. Viszont ha megpróbálom ugyanúgy felrakni, itt sokkal jobban lebillen, még bejjebb tolom, még akkor is lebillen teljesen. Tehát itt kell valahogy leszednem. Illetve, hát ezt így nagyon nem lehet látni szerintem, de itt látszik, hogy később utólag a pereméből leszedtek. Tehát itt végig leszedtek. Viszont azt, hogyha visszarakom a helyére, megnézem, az nincs is útban. Tehát itt van rés. Elméletileg az nincs útban. Ha innen lentről is megnézem, akkor szintén azt látom, hogy inkább ez a perem lehet talán, ami gondot jelent. Egyébként időközben azon gondolkodtam, hogy
Sajnos sokra én ezzel valószínűleg nem megyek, mert hiába csinálom meg jó egyenletesre ezt a karikát így, hogyha itt a belső perem egyenetlen, és vannak hézagok. Az a baj, hogy hiába kiskorong, nem nagyon tudnám én ezt úgy megcsiszolni egyenletesre, ezt a belső peremet. Na, így már igen. Így már sokkal jobb. Még egy kis színkülönbség még mindig megvan, de sokkal jobban felfekszik. Hát így nem tudom, hogy mennyire látható, vagy mennyire nem, hogy mi a különbség. Talán, hogyha a háttér világosabb. Tehát azért már ugyanaz a perem van itt is, mint itt. Mert ugye itt sem feküdt tökéletesen fel, de azért sokkal jobb már most, mint volt korábban. Illetve, hogyha megfordítom 180 fokba, akkor ugyanazt mutatja. Tehát ugyanaz a különbség, most már nincs ez a nagyobb kiálló rész. Mondom, attól tartok, hogy hiába is csináltam én ezt így meg, sokra nem megyek vele, mert teljesen hézagmentesre szerintem ezt nem lehet így két elemet összehozni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy minimális kerámia paplant fog kapni majd. Nektek is erre volt éppen dolgotok. Hát most nekem is. Mert hát miért is ne a telek legtávolabbi pontján legyen dolgom, hogy oda kelljen cipelni ezt-azt. Egyszerre két dolgom is van. Örvendetes. Hát az igazság, hogy nem sok karom van még ilyen maradék, amit tudok használni így javításra, pótlásra. Tehát alig várom már, hogy lehújjon a lombozat a fákról, és akkor én meg nekiállok a kackarót gyűjteni, hogy legyen majd miből gazdálkodni és kiváltani. Ez majd úgyis ide kell kiváltani a régi elhasználódott, tönkrement karókat. De hát tudjátok már ezt. Szerintem nagyon jó. De jó felbén. Hát mondjuk ebbe a talajba nem is nagyon fog. Itt azért most elég nedves a talaj. Nem véletlen, hogy kikorhadt. Úgyis ide kell majd. Fekszik, mondanám. Remélem nem törtünk el. Csak ez bitet is kell cseréljek. Szóval is van egy kicsit refedő ez a fa. Csak annyit mondtam, hogyha esetleg nem értettétek volna, hogy hosszába egy kis ez el van repedve. Ez a karó.
de király. Elfáradt ebben a nagy munkába. Pedig még a java hátra van. Mindig azt sajnálom egyébként, hogy azokra a hegyekre onnan fentről nem látni rá. Tehát jó a kilátásom, szép, elégedett vagyok vele, tetszetős. Viszont az, hogy hegyekre kevésbé látni rá, ami ugye még egy kicsit változatosabbá tenni a dolgot, az azért még nem lenne rossz. Hát ez így fog kinézni, ha tetszik, ha nem. Én ezt nem igazgatom, mert jobb útja lesz szerintem. Hát ami a tölgymakkot illeti, itt hagyják. És reggel láttam is egyébként, nem is tudom, taknyost vagy melyik volt, hogy itt keresgélt és válogatott. Nyilván mondom, hogy ha majd kemény tél lesz, kőkemény magyar tél, akkor biztos majd megeszik azt is, amit most mondjuk elhagynak. De én ennél többet nem kívánok szedni, hanem úgy döntöttem, hogy majd ezzel teszek kísérletet télen jobban, hogy akkor mennyire fognak válogatni szintén, mennyire fogják esetleg megválogatni, hogy mi kell nekik, mi nem, vagy egy-egybe fogják puszilni befelé. Ha igen, akkor a jövő évtől fogok gyűjteni rendesen, szisztematikusan tölgymakkot, de addig nem. Addig kukorica morzsoló kéne már, hogy felrakjuk valahova. Ugyanis ezt úgy kellene eszközölnöm, valahogy csinálni, hogy a staffnél gondoltam 5x5-ösre, hogy rögzíteném valahogy, mert én csak úgy szeretném, hogy valami vödör felé raknám, mert ugye ez, amikor használjuk, akkor azért pereg össze-vissza a kukorica belőle, tehát én ezt most egy fix helyre nem tudom berakni, azért kéne valahogy ideiglenesen ezt összehozni, meg azt sem tudom, hogy ezeket a csavarokat már mint ezt mennyire szorítsam meg, vagy mennyire nem. Hát egyelőre marad így, aztán majd meglátjuk, hogy ez így, mert ez rugós. Ez elméletileg tud kiengedni majd annak függvényében, hogy mekkora kukorica kerül bele. Szóval ezen van azért rögzítési lehetőség itt, és akkor itt tudnám mondjuk staffnira rárakni, meg itt is van még két csavarnak helye. Kurva poloska. Szóval valahogy úgy szeretném rögzíteni, hogy időgönösen akkor mégis felrakni egy vödör fölé, és akkor tudnék annyit morzsolni. Ugye az a cél, hogy én napi szinten morzsolnék nekik, mindig annyit, amennyit éppen megesznek. Ez a végleges cél is. Tehát egyébként nem csak ez a kukorica morzsoló van, amit én még évekkel ezelőtt megvettem, még mikor kint voltam, fújjál, hanem megvan az a daráló is, amivel majd szeretném megroppantani a szemeket, és úgy adni nekik majd egyébként, mert akkor sokkal jobban hasznosul, mintha egy-egybe szemenként. Bár a kecskéknek azért összetett gyomra van, tehát az emésztésük ők elintézik amúgy, de akkor is sokkal gyorsabban, meg sokkal könnyebben hasznosul, hogyha megroppantom a magukat, meg talán úgy jobb egyébként a tyúkoknak is, bár ők meg az úza, meg a kavicsok segítségével szintén meg tudják oldani. Na majd meglátom. Illetve már megvan az a daráló is, ami hasonló elven működik, aztán amit kenyérgabonának szánok majd. Ezek még mind itt várják a sorsukat, de most ezzel kéne valamit csinálni, hogy úgy megoldjam, hogy felrakjam, mégis azért stabilan álljon, és tudjak akkor annyi kukoricát morzsolni nekik majd reggelente, amennyi az adott napra kell. Hát én maradék anyagokból eszkábáltam gyorsan hirtelen valamit. Muszáj vagyok ezt így ékkel egy kicsit megtámasztani, mivel jó lenne, hogyha mondjuk akár
ez így is maradhatna. Csak annyira, hogy ugye ez azért ne inogjon be annyira, de jó, tart az stabilan. Még annyit csinálok, hogy ne peregjen össze-vissza. Mondjuk akkor ezt majd ide fogom rakni, ezt a fóliát. Még akár lehet, hogy ezzel is tudom rögzíteni. Úgyhogy picit megemelem. Akkor alá tudom rakni. Hát persze, mert a tűzőgép is úgy akarja, ahogy én. Az elsőt csak nem akarja. Na. Ez meg akkor kuka. A remek mű. Na lássuk, hogy mi történik, hogyha... szoros. Sokat nem tudok kiengedni rajta. Vagy lehet, hogy túl laza, de látszik, hogy nem kapja rá. Akkor szorítok rajta. Aha. Így már jobban elkapja, de ennyi volt. Hát akkor csak az maradt, hogy tunkulunk. Hát hagyott a végén egy keveset, de az is lehet, hogy ez még túl friss, nem? Mert igazság szerint még egy kicsit érzem, hogy puha. Lehet, hogy ide is kéne egy kis fólia. Csak az a terv, hogy majd így innen ki tudnám seperni. Vagy hát rakhatnék én oda vödröt is, akár nem. Csak már így nem fog elférni. Ez a vödör legalábbis nem. Gondolom ez azért rugós. Lehet állítani rajta. Kicsit visszafelé forgatom, utána már jó lesz akkor. Nem mondanám, hogy tökéletes. Ennek már túl keskenyre van állítva. Vége az rendszerint elmarad, úgy látom. Na jó, majd valami kisebb vödröt fogok én ide rakni. De valami ilyesmiről lenne szó. Most így nagy hirtelen. Milyen megpróbálom én ide beaplikálni ezt a vödröt. Jött le róla. Kukorica, pedig csak néhány csutka volt. Tehát ennyit én naponta nem etedek ki, csak most ugye a tesztüzem miatt kicsit belelássak, hogy mit hogy kéne. Ha már ilyen szeretlerett harácsolás sikerült összehozni. Ugye a fejőállás most úgy sincs használva,
kint fejem őket. Úgyhogy ez így akár működhet is hosszabb távon, amíg a vödör innen befér. Ja igen, ott ütközünk akadályba, ahogy megtámasztottuk pont. Mondjuk attól nem fog elférni a vödrünk. Úgyhogy lehet egyelőre így marad, valami kisebb vödröt, ha meg alá rakok, akkor meg a fele így is, úgy is bele, amúgy is mellé hullik. Mindegy, egyelőre ez van. Megyek is szórok a húgyosoknak. Ennyi. És akkor ennyit kaptunk róla. És ezekből a szemetekből, illetve hát a jobbakat válogattam ki, de hát ugyanúgy, ahogy kecskéknek is dobálom, ugyanúgy, ahogy tyúkoknak is. Tehát ezek még mindig nem a nagy csutkák, ugye, hanem az ilyen csenevész szarok. Most már azért van levél is. Így már egy kicsit húzósabb. Itt a sok kavics. Egyébként hülye vagyok, hát a leveleket is meg lehetne hagyni. Bár ilyenkor van bőven, mert ugye ezt is szívesen eszik, fogyasztják. Van, aki meg ezt fogyasztja. Hami! Csak ilyenkor, mikor már össze van belőle bőven, akkor azért annyira nem kapós. Amikor zöld nyáron, akkor ennék ezen rá. Meg az elején, az ősz elején, amikor elkezd hullni. Hát nem akartam túl optimistának tűnni, hogy lesz ez egy vödör is, de majdnem. Ezért inkább csak fél vödröt bátorkodtam mondani. Pedig azért ebbe az szerintem olyan nagyon sok kavics nincs, meg levél, talán ami kitenné a nagyját. Nyilván van benne, de azért alapvetően mégiscsak a tölgymak van jelen, és még itt is azért hagytunk belőle vissza bőven erről a szakaszról, de egyelőre ennyi. Majd még lehet, hogy szedek holnap is, holnap után is egy kicsit. De mondom, annyira nagyon nem akarok túlzásokba esni, mert hogyha meg nem eszik meg, akkor hiába.